ismerd fel a gyengeségeidet és az erősségeidet is. Sziasztok, én Szántó Péter vagyok, és a csatorna értében először napi vlogolok, ugyanis hamarosan megjelenik egy könyvem a HVG kiadásában, és úgy gondoltam, hogy mindegyik fejezetet bemutatok egy-egy napi vlog keretében, hát óriási challenge, de nagyon imádom. A könyvnek az a címe, hogy Válj valóra, én márkaépítés, hatékonyságnövelés, lifehack-ek vannak benne, és hogy mondtam, a mai napnak a témája ilyen SWOT-analízises, a marketinges körökből azt ismered. És mielőtt belekezdek, elmondom, hogy hogy épül fel a nap, mert egy nagyon izgalmas napom van, ugyanis van egy kutyám, hogyha nem láttad azokat a vlogokat, akkor nézd meg, és mivel egy különleges fajta és nagyon nehéz volt Magyarországon beszerezni, gondolkozom, hogy kennelt csinálok, és hát igazából fedeztetem. Most ahhoz először kell különböző orvosi vizsgálatokat csinálni, úgyhogy ezeket megyünk és csináljuk meg, és eldől, hogy lehetnek-e Szirinek kis Szirijei. Nagyon izgalmas. Először az egyik helyre megyünk, de még azért az erősségekről, gyengeségekről egy-két bevezető gondolatot is mondok természetesen. Szóval, ami ma a gyengeséged, az holnap akár az erősséged is lehet. És hogyha megvan a célod, mérlegelted a kockázatokat, és már nem halogatsz, akkor már elég jó úton vagy a siker felé. Ahhoz viszont, hogy az önbizalmad sziklaszirágy legyen, és mert sebezhető lenni mások előtt, ahhoz a gyengeségeiddel is ugyanannyira tisztában kell lenned. Sőt, az utóbbit előnnyé is tudod formálni. Nem szabad az önismereti munkát megspórolni, sőt, nem is lehet, rá kell szenni az időt. És hát a rossz hírem, hogy más nem is tudja megcsinálni rajtad kívül, csak is te. Ahhoz, hogy segítsen téged az erősségeid és gyengeségeid listája, nagyon őszintének kell lenned magaddal. Tekints magadra úgy, mint egy márka, mint egy kedvenc márkádra, érzelemmentesen, objektíven, amennyire lehet. Nincsenek jó és rossz válaszok itt, csak a lényeg, hogy minél önazonosabb legyél. Most jöjjön az intro, kezdjük el a vlogot! Megérkeztem már, itt vagyok az állatklinikánál, most először szemszűrés lesz, mindjárt megyünk be Szirivel, utána meg elmesélek egy sztorit, amikor még egyetemista voltam, és jelentkeztem Amerikába ugye az álom képzésemre, hogy ki tudjak menni Los Angelesbe tanulni, a University of Southern Californián, és hát nagyon nagy gyengeségeket éreztem, de most egyenlően fókuszáljunk Szirire. Ciri, gyere ide! Igen, most itt kell várnunk. Bizony, bizony. Így jön. Ciri. Ügyes voltál. Hát eddig az történt, hogy kapott egy pupillatágítót, a doki szerint nagyon jól viselkedett, és most kell várni egy olyan negyed órát, fél órát, hogy hasson, és utána még több mindent meg fognak tudni nézni. Végeztünk is, Szili nagyon aranyos volt, minden rendben volt, erről majd később, de most elmesélem az amerikás sztorit. Szóval egyetemista voltam, és azt tudni kell, hogy én még gimnázium előtt egy évet az általános és a gimi között kihagytam, és megtanultam kb. Felső fokon angolul, de mégsem éreztem olyan biztosnak a tudásomat, hogy olyan lennék, mintha anyanyelvi szinten beszélnék, és az egyik mentoromnak mondtam az amerikai ösztöndíjra való interjú előtt, ugye a szóbeli beszélgetés előtt, hogy de tökre parázok, mi van, hogyha azt fogják mondani, hogy nem beszélek elég jól angolul, vagy valami para van, és hogy ezért nem mehetnék ki, és hiosulna meg az álmom, amikor mind a jegyeim, az extra dolgok, ezek mind megvoltak, tehát papíron egy nagyon jó jelentkező voltam, de féltem az angol tudásomtól, de ez igazából csak a fejembe volt. És képzeld el, hogy egy olyan zseni mondatot talált ki a mentorom. Várok egy picit, tippelj, hogy mit lehet egy ilyen helyzetben, amikor én attól félek, hogy az angolom nem lesz jó, amikor kimegyek egy külföldi amerikai egyetemre. Mi az a mondat, amivel ezt a gyengeséget konkrétan erősségé lehet formálni? Várok. A mondat az volt, hogy mondjam, hogy azért szeretnék kimenni, hogy fejlesszem az angolomat.
innentől nem mondhatják azt, hogy azért nem engednek ki, mert hogy nem beszélek olyan szinten angolul, hiszen pont ezért akarok kimenni, hogy kint az ottani környezetbe, a szakmai részeket, egy olyan millióbe még jobb szintre tudjam hozni. Aztán, ahogy szokták mondani, a többi történelem, mert tök jól sikerült az interjú, ez nem is jött fel, de azért elmondtam ezt a mondatot, és meg is valósult a gyerekkori álmom, és ki tudtam menni Amerikába. Beszéljünk a SWOT analízisről. Ha marketinges vagy, akkor biztos, hogy tanultál is már róla, de hogyha nem ezzel foglalkozol, akkor is nagyon egyszerűen el tudom mutatni. A SWOT az egy mozaik szó, ugye 4 betűből áll, SWOT, az S az a strength, erősség, a W az a weakness, gyengeség, az O az az opportunity, lehetőség, és ott van az utolsó a T, a threat, ami pedig a veszélyeket jelti. A marketinges dolgokba annyira nem szeretnék belemenni, a lényeg, hogy egy termékre, márkára mindenre meg lehet csinálni, és a kulcs szó nekünk most itt az a márka, ugyanis hogyha a saját personal brandünkre, a mi márkánkra nézünk, akkor miért ne csinálnánk meg olyan módszereket, alkalmaznánk, ami mondjuk a vállalati szektorban tök jól működik, az ugyanúgy nekünk is hasznos lehet. És itt jön be, hogy csináljunk, ide fel is teszek ide 4 részt, hogy beleírjuk a saját magunk erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, veszélyeit is. Nagyjából ez a SWOT, mindenféleképpen javaslom, hogy csináld meg önmagadra, illetve ennek lesznek változatai, de most mondok erre egy példát, mivel márkáról van szó, és óriási Apple fan vagyok, kezdjük az Apple-lel. Mi az Apple-nek az erőssége? Innovatív piacvezető. A gyengesége pedig az, hogy túlzottan luxus és nehezen verseny. Innovatív piacvezető. A gyengesége pedig, hogy akár ilyen túlzottan luxus márka imidzsébe mehet be, és ezáltal mondjuk nehezebben tud a Windows alapú notebookokkal vagy az androidos mobilokkal versenyezni. A lehetőség az Apple számára szerintem mindig az volt, hogy gyökeresen fel tudott forgatni olyan klasszikus iparágakat, mint például a zeneipar, vagy hogy hogyan telefonálunk, hogyan internetezünk. Hiszen az első okostelefon ugye az iPhone volt, és azért nem volt ilyen érintéses képernyő, ami teljesen új megközelítési módot hozott. Másodrészt, hogyha visszaemlékszünk az ilyen 2000-es évek elejére, akkor ott volt ugye az iPod, amivel már nem ilyen diszkmeneket vagy kazettás lejátszókat kellett hozni, és nem ilyen diszkeket pakolható MP3-akat kellett csinálni. Volt egy hordozható Winchesterünk, amire több száz, több ezer vagy 10 000 számot rá lehetett rakni, aztán erre még ráépítették az iTunes-t, de azt mondták, hogy nekünk nem kell megvenni egy egész CD-t, hanem megvehetjük per darab $1 az egyes számokat, amik érdekelnek. És hát milyen érdekes, hogy ez volt az előfutára az olyan szolgáltatásoknak, mint a streaming, ugye akár a Netflix ebből inspirálódott, vagy a Spotify is. Szóval adódik a kérdés, hogyha egy cég megcsinálja magára, akkor miért is ne csinálhatná meg egy ember? Úgyhogy menjünk egy másik példára, ami egy vegyített példa lesz, ugyanúgy hozok egy márkát, viszont itt az embernek az erőssége is erősen közre játszanak, a márka pedig a Dollar Shave Club. Ha nem ismered, ha nem ismered semmi gond, inkább Amerikába nyomult ez a márka, és tényleg az is a jelentése, ami a neve, hogy Dollar Shave Club. Tehát havonta küldenek neked egy új borotvát, ugye férfiakat céloz, és azt mondja, hogy nem kell ilyen hiper-szuper, ezerpengés, nem tudom milyen megoldás, egy nagyon egyszerű borotvára van szükség, az pedig havonta cseréld le, ezért megfizessél havi $1. Nagyon egyszerű üzenet, egyből átjön, hogy mi a márkának az értéke és a ajánlata, amivel pedig keveredik a személyes márkával, az az alapítója, ugyanis a csáva, egy ilyen stand-up comedy, nagyon humoros arc, és amivel virálisan elterjedtek, az egy reklám, ide be is teszem. Konkrétan vágás nélkül, nagyon poén snitekkel bemutatták azt, hogy miért is jó ez, és a csávó a stand-up comedy feelingét használta fel az egészen keresztül. Ez virális lett, nagyon sokan megnézték, megosztották, írt rengeteg cégről, és ezért egy baromi nagy növekedést értek el.
hosszú sztori röviden, aztán egy olyan 3-4-5 éves működés után konkrétan a Gillette felvásárolt őket, illetve a Gillette-hez tartozó nagy anyacég felvásárolt őket. Tehát egy óriási sikersztori mind a márkának, mind a személyes brandnek, hogy összerakták, és anyagilag, üzletileg is ugye elérték azt, amit ők akartak. Az eredmény pedig, hogy sokkal jobban vezeti ez a négy kategória gondolatodat, mint hogyha csak így semmilyen módszertan nélkül gondolkoznál. Rossz irányba indultam el. Szóval vezeti a gondolataidat, és hogyha ez nem lenne elég, akkor még az összekapcsolások által, tehát hogy lesz egy gyengeségből erősség, hogy egy veszélyből lehetőség, rá fogunk jönni, hogy sokkal több lehetőségünk van, mint gondolnánk, valamint az is ki fog jönni, hogy amit eddig negatívan láttunk, azt akár pozitívan is értelmezhetjük. Most megyünk a másik orvoshoz, és hát kérdés, hogy most a lifehack-eket hol mondjam el. Szirivel sétálok egyet, utána pedig folytassuk a lifehack-ekkel. Úgy döntöttem, hogy itt csinálom meg mégis a lifehack-et, hogyha már egy rendezgettem be, és hogyha láttad a tegnapi vlogot, ott figyel a kis figura, Captain America, amit Zitától kaptam ajándékba, igaz így alig látni, de akkor is a tudat megvan, hogy ott van. Illetve még annyit mondanék, hogy tényleg minden rendben volt Szirivel, tökéletes a szeme, de még ezt a narratívát, a drámát fent fogom tartani egészen holnapig, ugyanis holnap fogok elmenni a másik vizsgálatra, ami a diszplázia, csípőfisza, de erről majd úgyis holnap beszünk meg a holnapi vlogban. Ami ugye nagyon izgi, mert az én márkáról lesz szó. Na de lifehack-ek igazából, a SWOT analízis kapcsán egy lifehack az, hogy csináld meg magadra, és kettő megközelítést használj, miközben ugye az alapmódszertant alkalmazod. Az egyik az, hogy fókuszálj a gyengeségeidre, és nézd meg, hogy a gyengeségeidet milyen szemszögből tudod erősségként feltüntetni, így ha ezt jól csinálod meg a feladatot, akkora súlya van, ugyanis ha jól oldod meg, akkor a semmilyen gyengeségeddel nem fognak tudni fogást találni, és így ezáltal rajtad sem fognak fogást találni, és minden erősségnek fog tudni tűnni. Vagy az is lesz ugye valójában. A másik megközelítés pedig az, hogy konkrétan az erősségeidre fókuszálj, és nézd meg, hogy az erősségeidben hogyan tudsz még jobb lenni. Úgyhogy csináld meg a SWOT analízist. Második hack, life hack. Ne csak te csináld meg ezt, amit az első tippben elmondtam, hanem csinálják meg a szociális hálódból valakik, munkatársak, barátok, szeretteid, párod, és kérd meg, hogy csinálják meg rád, meg akár magukra is javasoltod nekik, meg te is megcsinálhatod rájuk, és nagyon érdekes inputokat lehet kapni, amire saját magunk kapcsán még nem is gondoltunk volna. Még két lifehack maradt, és ez a kettő igazából akár egy külön videót, sőt egy külön képzést is megérne, ugyanis a mission statementről és a positioning statementről lesz szó. Hogyha már mondtam, hogy egy külön képzést is megérne, milyen szerencse, hogy pont van is erről egy képzésem, a legátfogó personal branding képzés, link a leírásba, ingyenesen is kipróbálhatod, de hogyha mélyen bele akarsz ugrani a közepébe, akkor iratkozzál fel, és abba nagyon részletesen átvesszük azt a két dolgot, amit most el fogok mondani, és tényleg azt tudom mondani, hogy ez úgy tud funkcionálni, mint egy titkos csodamondat. A mission statement igazából arról szól, hogy elmondod, hogy neked mi a küldetésed, miért foglalkozol ezzel. Említhetném Simon Sineknek a Kezd a miérttel, egy baromi jó TED Talk, ajánlom, ide linkelem, nézd meg. Részletesen ugye az online képzésben, valamint a titkos csodamondat, az a positioning statement, ami az egész életünkben, az egész márkánkban minden dolgot felölel, hogy kik vagyunk mi, milyen hasznot hozunk, kikkel dolgozunk együtt, mivel vagyunk mások, mint a versenytársaink, és ugyanúgy amúgy ebbe az egészbe belefoglaljuk a mission statementet, ami a küldetésünk, hogy miért csináljuk ezt. A csodamondat a következőképpen hangzik. A célcsoport számára, akinek van valamilyen problémájuk vagy lehetőség, amit pár szóban összefoglalunk, én egy termékkategória, valami vagyok, aki, és itt a fő hasznokat bemutatjuk, amitől elköteleződhetnek az emberek. Itt nagyon fontos, hogy ne funkciót mondjunk, hanem hasznokat, és abban vagyok más,
mint a többiek, itt a differenciáló tényezőt mondjuk el, és mindezt azért csináljuk, itt jön a mission statement, mert hiszek abban, hogy XY. Erre mondhatnék még példákat, most gyorsan csak felrakom ide például egy amerikai egészséges élelmiszerlánc, hogy néz ki a Walmart, de tényleg a képzésben fogok erről részletesebben beszélni. De ne feledd, semmi sincs kőbe vésve, főleg ez a néhány mondat, amit folyamatosan időről időre újra-újra érdemes átnézni és akár átfogalmazni, vagy egyes szituációkra több verziót készíteni belőle. Mert a gyengeségeidet felvállalni, vagy akár a sebezhetőségedet, lásd tegnapi vlog, hogyha nem látod, azt nézd meg, és ezáltal válik az erősségeddé ez a dolog, vagy pedig tudod az egészet úgy kezelni, hogy igenis érdemes bevállalni. Ebbe a vlogba ennyi fért, mindenféleképpen iratkozz fel és nyomd meg a csengőt is, hogyha tetszett ez a tartalom és nem szeretnél lemaradni a holnapiról, ami ugye az én márka lesz, az egyik eszenciája az egész könyvnek és az egyik kedvenc témám, valamint nyomd meg a like gombot és alatta nézd meg a leírásban, a könyv előrendelhető, ott vannak az online képzések is, majd menjél át Instagramra, kövess be, mert a könyv kapcsán inspiráló gondolatokat, kis részeket osztok meg, valamint akár el is küldhetnéd ezt a vlogot valakinek, akinek úgy gondolod, hogy segíthet, inspirálhatja, jól hatással van rá. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted a vlogot. Szia! Sziasztok!